Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és ez a mai videó ismét egy kollab lesz, méghozzá Timivel készül ez a kollab, úgyhogy ha Timivel készül egy kollabom, akkor azt tudjátok, mit jelent. Az azt jelenti, hogy ez bizony a megsorozatunknak az 5. része. És ebben az 5. részben pedig a MAC legújabb rúzsát fogjuk nektek bemutatni, és ez a rúzs nem más, mint a Powder Kiss Velvet Blur nevet viselő legújabb rúzsuk. Állítottuk össze ezeket a videókat, hogy lesz majd vlogos rész, amikor elvisszük egy teljes napra letesztelni, hogy milyen hatása is van, mennyire tartós is ez a rúzs. Ugyanis nem kevesebbet ígér magáról ez a rúzs, mint hogy 12 órán át tartós marad, hidratálja az ajkakat, nem kenődik, nem kopik. Hát, azért ezek elég komoly ígéretek, úgyhogy ezt majd meg fogjuk nézni a videó blogos részében, de először is így nézzük, hogy mi az, amit lehet tudni erről a rúzsról. Először is ugye ez a MAC-nek a legújabb rúzsa, ami egy ilyen csomagolásban érkezik, ez ugye a hagyományos, klasszikus MAC csomagolás, úgyhogy ebben nincsen semmi extra, szép, elegáns, de ez ugye még csak a külső csomagolás. Maga a rúzs az pedig így néz ki, úgyhogy ő így érkezik. Az az érdekesség benne, hogy egyébként a MAC-nek ugye megvan ez a hagyományos formájú rúzsa, amit talán mindenki ismer, de azért be fogok róla egy képet nektek ide rakni, és ez most eltérő formában készítették el ezt a rúzst. Ugye az előbb mondtam, hogy azért elég komoly ígéreteket tesz, és hát nem is olcsó ez a rúzs, ez pillanatnyilag ilyen 10.000-10.200 forint magasságában kapható a MAC-nek az oldalán, számtalan színben érkezik, nem is volt könnyű kiválasztani, hogy melyik színt teszteljük. Én végül ezt a Wild Sumac nevezetű árnyalatot tesztelem, és bevallom, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, úgyhogy fel fogom nektek írni. Ez egy ilyen, kicsit ilyen málnás árnyalat, úgyhogy így néz ki kitekerve, és mindjárt készítek róla nektek egy swatchot. Egyébként hihetetlenül krémes és puha ez a rúzs, de mutatom is nektek, hogy hogy készült ez a swatch, szóval, hogy egy vonásra ez ilyen. Vagyis hát két vonásra. De értitek. Tehát tényleg nagyon szép fedése van a rúzsnak, egyáltalán nem foltos, iszonyatosan finoman, könnyen siklik egyébként az embernek az ajkán, a kezén, úgyhogy, de mondjuk nem itt szoktuk a rúzst hordani, értitek? Szóval egy ilyen nagyon kis, finom, pihe, puha rúzsról van szó. Bevallom, hogy már ezt a vlogos részét megcsináltam a videónak, úgyhogy azt majd mindjárt fogjátok látni, de azért néhány dolgot már így leteszteltem ezzel kapcsolatban. Amit még így mielőtt kipróbáljuk, hogy milyen így felrakni, felaplikálni a szájra, érdemes így róla tudni, hogy ez az ilyen púderes forma, tényleg egy ilyen nagyon ilyen bársonyos hatása van, és én azt tapasztaltam, hogy kétféle módon is fel lehet applikálni, és most mind a két módon fel fogjuk rakni, és aztán írjátok meg nekem, hogy nektek melyik tetszik jobban. Egyfelől ugye ez az ilyen Velvet Blur Powder Kiss, tehát lehet itt ilyen átmenetes hatást elérni vele, mint hogyha amikor itt nem éles a rúzsnak a határa, hogyha új beggyel visszük fel, szerintem nagyon szép, tényleg mindjárt megnézzük, hogy ez hogy néz ki, és természetesen, mint hagyományos, egyszerű rúzst is fel lehet applikálni. Nézzük is meg akkor, hogy milyen az ajkakon. Hogyha így az újbegyemmel applikáltam fel a rúst, egyébként úgy is lehet, hogy egy picit felteszel a szád közepére, és akkor így az újbegyeddel így szépen eloszlatod, akkor ugye egy ilyen nagyon természetes hatása van, tényleg olyan, mintha ez a saját szájszínem lenne, ugye nincsenek annyira éles kontúrjai a rúzsnak, szerintem egy nagyon szép hétköznapi viselet tud így lenni, és látjátok, nagyon szép finom puhává, és egyenletessé tette így a szájnak a felszínét. Így
így, hogyha hagyományosan applikálom fel, akkor azért látszik, hogy jóval nagyobb fedése van, de nagyon szépen rögtön hozza ezt a fedést, ahol vissza kellett mennem, ott inkább a forma kialakítása miatt kellett visszamennem, nem azért, hogy nagyobb fedést érjek el vele. Nagyon puha egyébként így az ajkakon, szóval tényleg ez a hidratáló, puhító érzés, ez abszolút megvan, ezt abszolút hozza. Nekem egyetlen egy problémám van itt így a felvitelkor, ezt talán láttátok is, hogy magának a rúzsnak ez a formája, ez a fajta ilyen kerek forma, ami ugye egy ilyen teljesen kerek forma. Szóval ezzel szerintem nem a legegyszerűbb kialakítani így pontosan a szájnak az ívét. Ez egyébként egyéni preferencia, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak köztetek olyanok, akik viszont kifejezetten szeretik ezt a formát. Én egy picit így tudok ezzel küzdeni, hogyha ilyen formájú a rúzs, de azért így meg lehetett csinálni, szerintem eléggé szépen ki lehetett alakítani azt a szájformát, amit szerettem volna. És akkor most nézzük ezt a vlogot, nézzük, hogy a teljes napon át hogyan is tart rajtam. Sziasztok lányok, akkor induljon a vlog, induljon ennek az új MAC Velvet Blur lipsticknek, vagyis rúzsnak a tesztelése a mai napon. Most körülbelül egy olyan 10-15 percet ettem fel, úgyhogy tényleg teljesen friss még ez a rúzs. Nagyon-nagyon tetszik a színen, nagyon szuper nyárias ilyen kis málna szín, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a mai napot hogy fogja bírni. A mai napi tervek, hát még egy kicsit ilyen káoszos, hogy pontosan mi is lesz a mai nap, az viszont biztos, hogy én most lemegyek a fodrászomhoz, és beszerzem tőle a kedvenc Kevin Murphy samponomat, utána lehet, hogy még elmegyek valamiféle ruhákat nézni, nem tudom, ezt még meglátjuk, de természetesen majd lesz ebéd is. Szóval hozlak titeket így a mai napra, és nézzük, hogy hogyan használódik, hogyan kopik ez a rúzs. Na, hello lányok! Szóval a rúzs első körülbelül egy órájánál tartunk, és igen, egy kicsit sikerült elkennem egyébként ezt a rúzst, ugyanis próbáltam egy ruhát, és amikor levettem a ruhát, akkor sikerült egy picit elkennem, nem olyan vészesen, egyébként szép szerintem. Szóval eddig mi történt a rúzzsal? Elmentem a samponért, megvan a sampon, nagyon örülök neki, voltam ruhát próbálni, ittam természetesen, mert iszonyatos meleg van, úgyhogy ma ez egy ilyen ivós nap lesz, úgyhogy ez is próbára teszi ezt a rúzst. Egy picit elkenődött, de szerintem nem vészes. És vettem ebédre magunknak sushit, ugyanis én most Szabin vagyok, dögmeleg van, szerintem nagyon jól fog esni ez a sushi ebédre. Ez ugye miért fontos? Hát azért fontos, ugyanis ezt a sushi próbát kell majd kiállnia ennek a rúzsnak. És sikeresen hazaértem, azóta egy kicsit beszélgettem a férjemmel, ő már meg is ette az ebédet, majd én mindjárt megmutatom, hogy egyébként mi lesz az én ebédem, ahogy mondtam, ugye sushit fogok enni, ebédelni, egy nagyon jól kinéző kis sushi tálat sikerült bennem, úgyhogy a rúzs az most így néz ki, látszik egyébként, hogy egy picit kopott, de nagyon szépen kopott. És tényleg ez az ilyen bársonyos textúrája, ez megmaradt, nagyon szépen intenzíven látszik még mindig a szín, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és most gyorsan megmutatom nektek egyébként, hogy miket sikerült beszereznem. Szóval, ha már vlogszerű a videó, akkor gondoltam megmutatom, hogy miket vettem. Ugye ezt a kék ruhát, ha minden igaz, akkor láttátok is, ahogy próbáltam. Én nagyon-nagyon szeretem egyébként a pöttyös ruhákat. Ugye a próbafülkében egy ilyen, mindegy, hagyjuk, milyen cipő volt rajtam, egy ilyen kis sportcipő, nyilván majd nem azzal a cipővel fogom hordani, bár egyébként valami szebb, jobb állapotú sportcipővel szerintem simán fel lehet venni, akár a hétköznapokban is, de bevallom, én ezt a ruhát egyébként azért néztem, hogy majd augusztus végén megyünk egy esküvőre, és ott szeretném majd hordani. Illetve vettem még, ugye a mojitóban voltam, egy ilyen kekizöld nadrágot, ilyen gumis a bokájánál is, illetve a derekánál is, és ilyen szép, ilyen aranyozott, ilyen kis zsebe van, ilyen cipzár rajta. Ebből a nadrágból egyébként, igazából ezért mentem be, ebből a nadrágból egyébként van nekem már egy rózsaszín, és az az egyetlen ilyen nyári nadrágom, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy veszek belőle még egyet, ha már így bevált nekem. Aztán voltam a Müllerben, és ezt nézzétek, mit találtam. Ez egy ilyen sminkszivacs az Ökotools-tól, illetve azt hiszem, hogy ez nem csak az Ökotools, hanem az RT, vagyis a Real Techniques, ez az, a Real Techniques-nek egy ilyen új, biológiailag lebomló szivacsa. Én most egyébként egy olyan Catrice szivacsot használok, ami úgy szintén ilyen biológiailag lebomló, de most ezt megláttam, és azt mondtam, hogy akkor ez jöjjön velem, hiszen hamarosan úgy is cserélnem kell majd azt a Catrice szivacsot.
És hát igen, amiért ugye indultam, a Kevin Murphy sampon, egy ilyen szuper kis, szép kis zacsiban, és ez a Plumping Wash sampon, amit nagyon-nagyon szeret a hajam, és bár nem olcsó, egy ilyen sampon, ilyen 9600 forint környékén van, szóval majdnem 10.000 forint, és amiképp ne a Notinóról vegyétek meg, mert ott meg 14.000 forint, vagy nem tudom, szóval, hogy nem érdemes onnan megrendelni, hanem tényleg fodrásztól érdemes megvenni. Szóval 250 ml, de nekem amikor hosszabb volt a hajam, akkor is valami majdnem 4 hónapig elegendő volt, úgyhogy pláne most rövid hajjal, szerintem ez évvégéig kb. Ki fog nekem tartani. Na és akkor mutatom az ebédet. Az ebédem pedig az ez a csodálatos vegetáriánus sushi tál lesz a Wasabi-tól. A férjemnek is egy ilyen sushi tálat vettem, ő már rögtön be is nyomta, úgyhogy nem hagyott időt, hogy felvegyem, viszont én az enyémet azt felveszem, látjátok, ez lesz akkor, amit a rúzsnak ki kell bírnia. Egyébként szerintem a sushi az egy így első hangulatra, gondolatra, szerintem a sushi az egy eléggé ilyen rúzsbarát étel, úgyhogy nem olyan olajos, de meglátjuk, hogy mi marad a rúzsomból, majd miután betoltam ezt a jól kinéző sushi tálat. Na, itt vagyok, ebéd után. Azért ettől a sushitól szerintem egy picit lekopott, illetve hát egyértelműen látszik, hogy itt a szélén, illetve itt a szájam belső részén lekopott ez a rúzs, de egyébként szépen kopott le. Viszont amellett, hogy így kopott le, tehát hogy tényleg ez így tök vállalható, tehát szerintem, hogyha az ember így feláll étteremből, és így megy tovább, csinálja a dolgát, akkor se vállalhatatlan a szitu, viszont én biztos, hogy újra kenném, de most még nem fogom újra tenni, de egyébként biztos, hogy így a hétköznapokban, hogyha most munkahelyen lennék, biztos, hogy újra raknám ezt a rúst, úgyhogy azért, de őszinte legyek, én egyébként nem is várom el, hogy egy rúst felteszek, eszek, iszok, kávézok, beszélgetek, mit tudom én, akkor még este is ugyanúgy ott legyen a helyén, de azért akkor is muszáj volt letesztelni, ha már azt mondta magáról, hogy 16 órát bír, hát azért most még bőven nem vagyunk a 16 óra közelében, de ugye már ebédeltem egyszer, ettől függetlenül fogok még jelentkezni ma. Sziasztok lányok, ez lesz azt hiszem az utolsó bejelentkezésem ebben a videóban. Látjátok, azért most már rendesen lekopott ez a rúzs. Mióta bejelentkeztem, azóta ittam kávét, ettem egy pogácsát, és nagyon sok vizet ittam, mert iszonyatosan meleg van ma. Ráadásul délután ennek köszönhetően így be is punnyadtam, úgyhogy volt vagy egy óra szunyóka is. Azért az rendesen meg tudja viselni a sminket, egyébként itt még mindig látszik így az arcon, ugye így a párnának a lenyomata ilyenkor, na mindegy. Úgyhogy ezért így ki lett téve sok mindennek ez a rúzs. Most van rajtam egy olyan 8 órája körülbelül. Azért ez 12 órát biztos, hogy nem bír, én azért rendesen így meg szoktam dolgozni a rúzsokat, bevallom, hogy nem is várom el egyébként egy rúzstól, hogy valóban fennmaradjon rajtam 12 órán keresztül, most már jól is fog esni egyébként ezt lemosni rólam, de nem szárította az ajkaimat. Szóval ez van, ez most a helyzet vele, olyan borzasztóan nem csúnya egyébként, szép egyenletes maradt, és tényleg így én azt érzem, hogy a hidratálás az azért megvan, de mondom, most már jól fog esni, így lemossam az egész sminket igazság szerint az arcomról. Összegezzünk! Én azt mondom most, hogy így egy napon át teszteltem, egyébként bevallom, azóta már többször is teszteltem, úgyhogy nézzük, mik is voltak az én tapasztalataim. Kezdjük azzal, hogy a szín szerintem csillagos, 5-ös, 10 pontos, nagyon-nagyon tetszik ez a szín, én nagyon-nagyon szeretem. Csomagolás, design. Nekem nagyon tetszik, nagyon szép, egyszerű, elegáns, ilyen matt, fekete, arany betűkkel, tényleg visszafogott, de elegáns. Ahogy említettem a videó elején, nekem ez a forma, hogy ilyen kerek formája van, egy picit nehézkessé teszi a pontos applikálást, de azért meg lehet oldani, úgyhogy mondjuk ez azért nem 10-ből 10, hanem nem tudom, 8, 7, teljesen mindegy. Szóval nekem nem ez a kedvenc formám. De a lényeg, mit is tapasztaltam az egész nap való viselés folyamán? Azt tapasztaltam, hogy tényleg nagyon szépen hidratál, és nagyon szépen puhítja így a számat, úgyhogy nekem ez nagyon bejött ebből a szempontból, hogy nem kenődik-e, de kenődik. De kenődik, nem olyan nagyon viszont, tehát, hogy egy ilyen, azért vigyázni kell rá, ezt simán el fogod tudni kenni, én legalábbis el tudtam kenni pár órával azután, hogy applikáltam, úgyhogy nem is arról volt szó, hogy nem száradt le rendesen. Tényleg egy ilyen nagyon szép, ilyen bársonyos felülete van, bársonyos finise van, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy nem kopik-e.
De kopik. De nem csúnyán kopik, nagyon szép egyenletesen kopik, és szerintem itt van egyébként a lényeg. Viszont én azt mondom, hogy azért egy ebéd után az ember biztos, hogy így helyre kell, újra fel kell raknia ezt a rúst, úgyhogy ez ilyen. Én őszintén ezt nem is annyira bánom, vagy én annyira nem várom el egy rústól, hogy most egy teljes ebédet kibírjon, hát utána felrakom újra, hogyha azt szeretném. De viszont, hogyha az ember iszik egy pohár vizet, vagy egy pohár valamit, vagy csak így bekap egy falat csokit, mondjuk, esetleg, ha van ilyen, akkor viszont nem kopik le, tehát hogy egyáltalán nem az, ami ilyen nagyon nagyon ráragadna mindenre, úgyhogy azért ez, hogy 12 órán keresztül nem kopik, azért azt túlzásnak tartom, de azért egy ilyen, azért egy tartós rúzsról van szó. Illetve még egy vicces dolog ezzel a rúzsal kapcsolatban, ez egy ilyen nagyon személyes dolog, én nagyon szeretem ezeket az erősebb árnyalatú rúzsokat, szerintem jól is állnak nekem egyébként, viszont valami miatt én például a hétköznapokban így visszafogottabb rúzsokat szoktam viselni, de ez a rúzs olyan drága, hogy azt mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó egy 10.000 forintos rúst a fiókomban tartani, úgyhogy elkezdtem a hétköznapokban is ezt a rúst hordani például, mert tényleg egy nagyon kellemes viselet. Úgyhogy abszolút így hordható a hétköznapokon is, és azt mondom, hogy nem érdekel, én akkor is fogok hétköznapokra is erősebb szint hordani, mert ne álljon ott nekem a fiókban egy ilyen drága rúzs. Úgyhogy röviden összefoglalva, én nagyon örülök egyébként, hogy megvettem ezt a rúst, és itt van a gyűjteményemben, és nagyon jól ki tudom használni, gyönyörű ez a szín, én nagyon szeretem, különösen így nyáron, tényleg pihepuhává teszi így az ajkakat, úgyhogy azt mondom, hogy 50%-ban teljesíti azt, amit ígér, de legyen mondjuk inkább 75. Mert azért tartós rúzs, és azért nem olyan könnyen kenhető, de azért kenhető, és most nem arról van szó, hogy így erősen kell dörzsölni, hanem azért tud kenődni ez a rúzs. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz Timinek a tapasztalata ezzel a rúzzsal. Ő ugye egy másik árnyalatban vette meg. Menjetek és nézzétek meg az ő videóját is, illetve be fogom linkelni egyébként a megsorozatunknak a korábbi videóit, hiszen a legtöbb újdonságot azt most teszteltük. Úgyhogy szerintem nagyon izgalmas kis videókat hoztunk nektek eddig így a MAC termékeiről, és remélem, hogy fogunk még nektek ilyen videókat hozni. Ti megvettétek egyébként ezt a rúst? Kipróbáltátok? Mi volt vele a tapasztalatotok? Hagyjátok itt kommentben, hiszen minél több tapasztalat gyűlik össze, annál valósabb képet kaphatunk egy terméknek így a teljesítményéről, arról, hogy milyen is ez valójában. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk.